És üdvözlök mindenkit, szóval ezt mind láthatjátok a Medal of Honor végjátszásának egy következő része epizódja, akinek meg kifejezés tetszik ugye a legjobban, következik az ötödik fejezet második pályája, és reméljük, hogy sikerülni fog három csillagra. Na, hölgyek, urak! Most szépen demonstráltam nektek azt, hogy mi történik olyankor, hogyha... Mi történik olyankor, hogyha a doktorokat hagyjuk élni. Gyakorlatilag nem éri meg megvárni, hogy föltegyék a kezüket, és ugye azt mondják szépen, hogy ne lőjön, kérem szépen. Nem, szépen lőjétek le, mert semmi értelme nincsen. Max annyi értelme lenne, hogy kicsit szórakoztok velük. Na de, nagyon-nagyon előre szaladtam. Láthatjátok, hogy mégis a feladataink a pályán, illetve 42 darab ellenséges egységet kell likvidálni ezen a pályán, és a pálya nehézsége az, hogy nagyon-nagyon szűk folyosókon fogunk futkarászni, és eléggé kevés a az élettöltő csomag, úgyhogy nagyon-nagyon be kell őket osztani. És ezt utálom a legjobban, amikor ide beállnak alám. Akkor ebből az lesz, hogy fegyvert váltunk. És jó, mellé lőttem. Legalább most demonstrálom nektek, hogy mi a probléma a shotgunnal. Iszonyatosan lassan tölt újra, iszonyatosan szétszór, viszont hogyha közel... Aha. Viszont hogyha nagyon közel kerültek egy ellenfélhez, akkor egy lövés és hulla. Na, de mint említettem, nagyon-nagyon kevés élettöltő van a pályán, úgyhogy azokat nagyon-nagyon be kell osztani, hogyha véletlenül sebződnénk. De bízzunk benne, hogy nem fogunk. Úgyhogy próbáljunk meg minél kevesebbet, kevesebb lövést találni. Így ne. Nos, érdemes a pályának ezen részét, tehát ahol itt vagyunk, itt az elejét nagyon-nagyon kipucolni, mivel ide már nagyon nem fogunk tudni visszajönni. Na, hogy miért van ez? Az azért, mert itt van egy ajtó. Nos, ezt az ajtót, ugye, mindjárt mutatom, csak tudnám, hogy hova van kiírva. Oda. Tehát ez a hármas stazione, station, mondjuk. Station. Na mindegy, a lényeg az, hogy az ott a hármas ajtó, és ezt a hármat ugye át kell kapcsolni. Igazából tök mindegy, hogy milyen sorrendben csináljuk. Kezdhetjük a hármassal is. Ilyenkor mi történik? Az az ajtó, ami nem csukódott be, és ez még mindig nem nyílt ki. Semmi probléma. Mondjuk akkor most nyomjuk meg az egyest. Tök lényegtelen, hogy melyiket nyomjuk meg. Merekkel most be fog záródni. De ez még mindig nem nyílt ki. Semmi probléma, megnyomjuk az utolsót. Algenerátor diszabled. És ez zárva marad, mindörökre. Ez pedig kinyílt. És itt lesznek kollégák. Kukucs. Viszlát. 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 Több mint valószínű, hogy bárral fogok igazából így futkorászni jobbra, balra, előre, hátra. Mivel ez a legeredményesebb fegyver, meg a legerősebb gyakorlatilag az egész játékban. Ennél erősebb már csak a bazóka lesz majd, de az majd csak a következő fejezetben fogjuk megismerni. Tehát nem ebben. Amúgy ez a fejezet, ez az ötödik fejezet, ez négy pályából áll, és ez most a második, hogyha nem figyeltek volna. Itt óvatosan. Mert itt van egy kollega, meg azt hiszem van egy haverja is. És nincs. Jó. Nem érdekel. Te se érdekelsz. Te már jobban érdekelsz. Na. Kis élettöltő. Meg ott is van egy kis élettöltő. Ezt megkinyitjuk. Vagyis hát inkább elzárjuk, igen. És akkor ebből még kell még egy. Na, itt nagyon-nagyon óvatosan kell csinálni, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljetek, hogy mit csinálok. Gyakorlatilag ide beállunk,
ő nem tud engem kilőni, én meg így kicsit oldalvást tudok lőni, és akkor pont találom a fejét. Na, ez most miért volt fontos? Ezt mindjárt megmutatom nektek. Hogy ez a fazon, hogy a francba tudta erről az oldalról innen birizgálni azokat a hordókat, ne kérdezzétek, fogalmam sincs. Na! Akkor ide szépen beállunk. Mert itt jönni fog kettő vagy három kollega. Egy megvolt. Tudom, hogy itt vagy, úgyhogy gyere! Hát akkor több mint valószínű, nekem kell oda mennem hozzá. Ja. Így né. Ja, mert már meg volt sérülve, oké. Na! Srácok, lányok, ne felejtsétek el, itt van egy közepes élettöltőcsomag. Ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogyha esetleg valami galiba ütne be. Ide be lehetne mászni, de én nem fog bemászni. Egyetlen egy oknál fogva. Mivel hogyha oda bemászok, akkor igazából itt jutok ki. Semmi extra nincsen benne. Viszont mivel már régi a CD-m, és eléggé hát az idő vasfoga megtette a hatását. Ha én oda bemegyek, és végig akarnék jönni azon a kis szellőző rácson, a játék bekressel, és lepad gyakorlatilag. Úgyhogy én oda nem megyek be. Ez ilyen kis egyedi dolog. Hello! Viszlát! Na? Tudja, valaki azt mondtam volna, hogy alarm. Jó. Dobozokat én most szétlövöm. Nem mindegyik doboz robban, de érdemes amúgy odafigyelni. Vagy bemagolni őket. Melyik doboz robban, melyik nem. Na jó, akkor az összes ilyen kicsi doboz az robbanék, hogy... A nagyoknál meg nem mindegyik. Na mivel ez itt útban van, ezt én itt kilövöm. Már nem sikerült mind a kettőt. Egy. 26, teljesen jól állunk. Na, itt kell nagyon-nagyon figyelni, mert itt nagyon-nagyon el lehet halálozni, illetve nagyon-nagyon sok sebzést be lehet kapni, ha az ember nem figyel oda. Mert itt gyakorlatilag mindenhol ott vannak. Na. Csak muszáj lesz nekem kijönni. Hogy ide gyorsan be kéne futni. Kollégát elintézni. Jó. Egyiket felrobbantjuk. Hát igen, 6 darab ilyen... nem is tudom milyenek lehet ezeket nevezni, szekrényeket fel kell robbantani. Gondolom benne vannak az adatok. Cabinets. Arra megyünk majd tovább. Itt van egy kollega. Kicsit problémás, ott meg van egy teleportáló kollega. Gyakorlatilag ezt nem így akartam. De erre a fájra szükségünk volt. Annyi a lényeg, hogyha ide szépen beálltok, így idáig, akkor még nem dobja be az ellenfeleket. Amint egy picit előreléptek, akkor fogja bedobni szépen az ellenfeleket, vagyis hát legalábbis nálam. Ugye szemből láthattátok, ott volt a doki, meg ide bedob egy ilyen kis, hát ezt a kékes német kollégát. Igen. Hallottam. Ezt lát. Arra megyünk tovább. Kis idő múlva, amit felvettem itt mindent. És akkor haladunk szépen tovább, 32. Jó. Célozni kéne, igen. Jó. Elvileg már csak 3 darab ilyen
cuszli van. Szekrény, amit fel kell robbantani. Valaki kölgött, és nem én voltam az. Hello! Na még egy. Amúgy a legnagyobb trollkodás ezt a muksót úgy kinyírni, hogy ide jöttök mellé, beteszitek a bombát és elfuttok. És gyakorlatilag a bomba robbanása fogja őt kinyírni, amíg ugye bemegy az, lemegy az animáció, hogy fölteszi a kezét, elmondja, hogy ne lőjön kérem, meg hasonló hülyeségek. Hello! Na most ezzel a kollégával ez már nem igazán sikerült volna. Na, hogy túl gyorsan ment az animációja. Sőt, át is ugrott egy-két animációt. Na, teljes mértékben jól állunk, most már csak 2 darab ellenséges egységet, 2-t, 5-öt kell likvidálni, hogy meglegyen a 42, illetve meg kell találnunk a liftet. Ami a pályának a vége gyakorlatilag. Viszlát. Neked is viszlát. Jó, már csak 3, az a 3 pedig már tudom, hogy hol lesz. Itt a legvégén. 1. 2. 3. Fantasztikus, ott a pálya vége, de mivel nem vagyok 100%-on életerőügyileg, ezért most szépen visszafutunk. Emlékeztek arra a kis közepes élettöltő csomagra? Az nem erre van. Itt egy kicsit mindig bajba vagyok, mert egy kicsit, hát kicsit, igazából ugyanúgy néznek ki a folyosók, és nem éppen egyszerű a történet. Úgyhogy igazából csak így, oké, meg vagyunk, jó van, jó felé jöttem. Szépen visszafutunk azért az élettöltőért, és elvileg zöldbe kell, hogy legyek, legalábbis 90% környékén vagyok, akkor megvan a 3 csillag, ha nem, akkor meg így jártam. Királyság, ez bőven elegendő, hogy meglegyen a 3 csillag. Nem kell ugye full 100%-os életerővel bemenni a pályának a vége felé, ez szerintem bőven elegendő. Az a kis fekete pötty az annyira nem számít. Az még elfogadható. Életű erő szempontjából. Igazából most már csak azon filózok, hogy vajon a pontosságom elegendő-e a 3 csillaghoz, de bízok benne, hogy igen, és nem. És bízok benne, hogy nem sokszor lőttem telibe a falat, úgy ahogy van. De hát majd úgyis kiderül. Na! 42 megvan, mindegyik megvan, mindegyik küldetés, úgyhogy megyünk. És mivel jól csináltok mindent, ezért excellent lett, 3 csillag, 5-ből 5 feladat teljesítvány, 50%-os volt a pontosságom, a bárt használtam, legtöbbször 42 ellenséges egységet likvidáltam. És ennyi, srácok, lányok. Én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, reméltem, hogy tetszett. Következik majd nem sokára a következő pálya, addig pedig legyetek jók, ügyetek sok vizet, vigyázzatok magatokra, illetve egymásra. Szóval voltam, sziasztok!